A Magyar Birkózó Szövetségnek a legnagyobb eredménye az a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia beindítása, és annak a határon túli, határokon átívelő programja. A Kárpát hazában szeretnénk egyre több akadémiát létrehozni. Egy már megvalósult, Magyar Kanizsán a Vajdasági Birkózó Akadémia. Erről is itt most beszéltünk, és erre rendkívül büszkék vagyunk. Az egy szőnyegen, egy nyelven programunkra. Ez azért nagyon fontos, mert egy picit más szemszögből világítja meg az itteni birkózó életet. Hagyományosan a Vajdaságban, hagyományosan a Sóvidéken, nagyon erős birkózó élettel ismerkedhettünk meg az elmúlt évtizedekben. A Sóvidék két olimpiai bajnokot, Keresztes Lajost és Lőrinc Mártont is adott a magyar hazának. Mi szeretnénk, hogyha ez a régi fény, ez ismét igazából nagy amplitúdóval ragyogna itt a Kárpát-hazában. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb üzenetünk mindenki számára, hogy a magunk részéről a nemzetegyesítéshez a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök úr személyes támogatásával így módon hozzá tudunk járulni. És ha már itt Tusnádfürdőn vagyunk, akkor adja magát a kérdés, hogy Erdélyben várható-e és milyen realitása van annak, hogy szintén lesz egy magyar fenntartású birkózó akadémia? Azt hiszem, hogy minden készen áll, tehát Sóvidéket említettem. Ezen a területen fogjuk valószínűleg megvalósítani. Megvannak egyébként már a tervek, megvannak, hogy kivel, milyen irányba, hogy működne. Nagyon jó mintát ad a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia. Úgy képzeljék el, hogy amikor Magyar Kanizsán ezt megálmodtuk, átadtuk 2 évvel ezelőtt, akkor mindenki egy kicsit, hát persze, mi lesz itt. Ma ott tartunk, hogy Magyar Kanizsán 8 településen, 8 magyar többségű településen, a magyar iskolákban birkóznak a gyerekek. 25, 30, 40 fős csoportokban, és készülnek arra, hogy jó magyar emberek legyenek, és jó magyar birkózók legyenek, kiváló magyar birkózók legyenek, és ugyanezt itt, ezt a programot azt gondolom, hogy ebben a szellemben tudjuk majd itt véghez vinni. Megvan rá a fogadókészség, megvannak rá az emberek, akik ezt a zászlót szívesen magasba emelnék. Nagyon szépen köszönjük!